Lesodródott az útról és árokba csapódott egy autó Püspökladány és Kaba között a 4-es főút 186-os kilométerénél. A gépjármű a baleset következtében a tetejére borult. A helyszínen a püspökladányi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. Mentőket is riasztottak a balesethez. Az autóban hárman utaztak. Egy anyukát és a gyermekét kórházba szállították. A helyiek szerint nagyon veszélyes ez az útszakasz. Jobban oda kéne figyelni a vezetésre. A orvosoknak kéne azért figyeljenek oda ilyenkor. Ez nagyon, amúgy is nagyon baleset veszélyes ez a szakasz Kaba és Lanán közt. Nagyon sűrűn történik baleset. Arra kérem a vezetőket, a sofőreket, hogy nagyon figyeljenek oda. De az is lehet, hogy mezőgazdasági járművek felhozták a sárt. Az nem lehet? Azt nem mondták? Az is lehet. Lehet, hogy szegények vétlenek voltak. Mert olyan útforma sáros volt, már lehet, hogy közlekednek ott olyan autók. Sajnálom őket, nagyon sajnálom őket, hogy így megtörtént velük a baleset. Egy másik férfi elmondta, az is elképzelhető, hogy a sofőr az időjárási viszonyoknak nem megfelelően választotta meg a sebességet. Figyelmetlenség, vagy az időjárás miatt lehetett inkább rossz látási viszonyok, más nem tudok gondolni. Úgy tudjuk, a 30 év körüli nőt kisebb sérülésekkel szállították kórházba, a csecsemőre pedig további vizsgálatok várnak. A rossz idő beköszöntével sajnos nő a balesetek száma is az utakon. Mindenki vezessen nagyon óvatosan és körültekintően.